Mit is tehetünk igazából a személyzetünkért? Nagyon jó érzék kell ahhoz, hogy valaki beilleszkedjen egy csoportba, és ez nem mindenkinek lehetséges. Vannak olyanok is, akik ezt egyáltalán nem is tudják, vagy nem akarják még megvalósítani. Magunkban az első lépés az, hogy kimondjuk, hogy én szeretnék csapattag lenni. De milyen is egy igazán jó csapattag? Mit tudunk tenni azért, hogy ezt meg tudjuk mutatni másoknak? Patrick Lencioninak, nem tudom mennyire ismerjük a műveit, szintén egy olyan szerzőről van szó, aki ugyanúgy tűnik, mintha a gazdasági életben segíteni a világot, de mégis a lelkülete nagyon-nagyon sokat tud segíteni, azt hiszem, az egyházban is. Van egy könyve, az Ideális Csapatjátékos, ez a címe, és ebben ő három alapvető elemet fogalmaz meg, amelyek egyértelműen hatottak különben Michael atya plébániájára is, illetőleg Mallon atyára, meg mindenkire, akik ebben a kérdéskörben mozognak. Lencioninak a nevét érdemes megjegyezni, még fogunk vele még találkozni. De ő azt mondja, hogy erre a három alap elemre van szükség, hogyha valakivel szeretnénk csapatban együtt dolgozni, hogy lelkes legyen, jó emberismerő legyen, és alázatos legyen az illető. A lelkesedésről már egy kicsit szóltam, hogy mit is jelent igazából lelkesnek lenni. Ezt a három kifejezést, lelkesedés, emberismeret, alázat, én a Lea női névre, mint megjegyezhető kis mozaik szóra állítottam így be, hogy hát, ha így esetleg meg tudjuk ezt jegyezni, és érdemes saját magunkat is mindig ez alapján, mint egy lelkiismeret vizsgálatba állítani, vajon elég lelkes vagyok-e, vajon tényleg jó az emberismeretem, és elég alázatos vagyok-e. Azt hiszem, mind a háromra nagyon nagy szükség van. És amikor szeretnénk valakit alkalmazni, vagy valakivel szeretnénk együtt dolgozni, akkor megint csak ezt a három kritériumot állíthatjuk be, és ezt adott esetben jó, hogyha el is mondjuk nekik, hogy vajon elég lelkes vagy-e? Tényleg kész vagy-e arra, hogy ezt lelkesen vidd ezt a feladatot? És sokáig. A lelkesedésünknek sajnos van egy olyan tulajdonsága, hogy ez hol éppen magasabb, hol pedig éppen kisebb. Hát ha valaki egy kicsit bipolár hajlamú is, akkor ez néha nagyon-nagyon hullámzó is tud lenni, nagyon-nagyon überlelkes tud lenni, és nagyon-nagyon a padló alatt is, és többek között a túlzott munkának, a kiégésnek az egyik következménye lehet az is, hogyha valaki e felé hajlik majd, hogy egyszer túl lelkes, egyszer pedig teljesen alul motivált. Folyamatosan lelkesíteni az embereket, és megmutatni nekik, hogy igenis érdemes küzdeni. Csak akkor megy, hogyha ismerjük azt, hogy kinek mire van ehhez szüksége. Tehát szükségünk van egyfajta emberismeretre. Az emberismeretet azt hiszem, hogy úgy is mondhatnánk, hogy ez egyfajta kedvesség. Tudom, hogy hogyan kell szólni a másikhoz. Hogyha pokrócok vagyunk, és legyünk őszinték, mi papok, mi azért tudunk ilyenek lenni, ugye, hogy a saját házam táján sepregessek először, akkor egy kicsit lehet, hogy ez azért is van, mert még növekednünk kell az emberismeretben. A kedvességgel teljesen eltelni. Talán el tudunk képzelni valakit, aki ténylegesen überkedves. Jó lenne, hogyha mi is ilyenek lennénk. Az első és a legfontosabb dolog ehhez, hogy megtanuljunk mosolyogni. Minden körülmények között. Még akkor is, amikor éppen szídnak bennünket, amikor nagyon negatívak velünk szembe, mi akkor is nem egy lenéző, hanem egy szeretetteljes mosollyal tudjunk odafordulni a másik emberhez. Ha valaki állandóan összetűzésbe kerül a többiekkel, akkor lehet, hogy neki ebben az emberismeretben még egy kicsit fejlődnie kell. Bár melyikünk mondhatja el, hogy nem kell. Hogyha valaki azt gondolja, hogy neki már ebben egyáltalán nincsen tanulni valója, mert ő már minden embert tökéletesen ismer, akkor ugye látjuk, hogy valószínűleg saját magán kellene kezdenie ezt, hogy vajon ténylegesen mindenkit meg tudott-e már ismerni.
Szóval ez egy fontos kritérium. Talán egy kicsit nehéz ezt így megfogalmazni, hogy a másik az jó emberismerő-e, de azt, hogy kedves, barátságos, tényleg jó úgy együtt dolgozni vele, ezt talán úgy mindannyian el tudjuk dönteni. Az alázat, na az már egy kicsit nehezebb dió. Elsősorban azt jelenti, hogy belátjuk, hogy még tényleg nagyon sok tanulásra van szükségünk. És felfedezzük azt, hogy mindig tanulhatunk még valamit. A Mallon atyának a plébániája többek között az Alfa kurzusra épül, erről majd a következő szekcióban lesz majd szó, és nagyon emlékszem arra, amikor egy alkalommal az Alfa kurzusnak az alapítóját, Nicky Gembert hallgathattam, és ő beszámolt egy barátjáról, aki állandóan részt vett az Alfa kurzusoknak a képzésén. Ő segítette talán koordinálni ezeket a képzéseket. És minden ilyen előadás után, ahol majdnem szó szerint ugyanaz hangzott el, mint az előző alkalommal, hiszen ugye nagyon sok új volt, aki ezt így hallgatta, mondjuk a résztvevőknek a fele, tehát ugyanazt is el kellett nekik mondani, minden egyes alkalom után ez a barátja megdicsérte Nikit. Azt mondta, te fantasztikus volt az előadásod, nagyon sokat tanultam belőle. Mire mondta neki, Niki, hogy ne haragudj el, de már annyiszor hallottad ezt, hát hogy tanulhattál volna belőle valami újat, hát ne legyél már ilyen kedves. Mire azt mondta, de nem azért mondom, én tényleg tanultam belőle. És ez a kis párbeszéd, ez így nagyon megmaradt így bennem, hogy vajon én tudom-e úgy meghallgatni azt, amit már 25-ször meghallgattam, hogy fogok tudni belőle tanulni valamit. Pedig mindannyiunknak szüksége van erre. Egy nagyon egyszerű példát fogok erre mondani, amire azt hiszem azt mondjátok, hogy igen, ja tényleg. Ugye, szinte biztos vagyok benne, hogy vannak olyanok köztetek, akik kívülről tudják az evangéliumot. Vagy legalábbis nagyon-nagyon sokszor hallottatok egy-egy történetet, és azt a történetet már biztosan kívülről tudjátok. És mégis, szinte biztos, hogy van olyan pillanat, amikor azt a történetet újra hallod, vagy elelmélkedsz rajta, hogy ez most mit is jelenthet, amikor bevillan valami új. Hiszen az evangélium, az Isten igéje, én ahhoz szoktam hasonlítani, hogy egy kicsit olyan, mint egy ilyen régészeti feltárás, ahol, hogyha kis ecsettel így leszedjük róla a következő réteget, akkor azt látjuk, hogy valami teljesen új tárul föl. És néha egy sokkal színesebb mozaikot veszünk észre alant, mint amit fölötte gondoltunk volna, hogy ott van. És itt is hadd osszak meg egy kis történetet. Egy alkalommal még szeminarista voltam, és hát úgy elég sokat gondoltam magamról, azt hiszem. És egy biblikus előadásban hallgattuk éppen Tarjányi Béla professzor urat, és éppen a János prológust magyarázta nekünk, annak a mélységeit, hogy milyen fantasztikus mélységek vannak benne, és akkor én így föltettem a kezemet, és így érdeklődő, de kicsit nagyarcú diákként így megkérdeztem professzorát, hogy professzor úr, nagyon szép, amiket mond, és tényleg, hát egyszerűen mi fantasztikusan sokat tanulunk belőle, de mit gondol professzor úr, hogy akkor, amikor ezt János leírta, hogy akkor ő tudta, hogy ez itt, ez így mindig benne van, amit most itt mi így már tudunk. És akkor ma is így emlékszem, hogy így megigazítja így a kis szemüvegét, és azt mondja nekem, tisztelendő úr, sokkal többet tudtak. És akkor én így besüllyedtem a székbe. Bocsánat. Tehát, hogy ők sokkal többet. Miért? Mert benne éltek az Istenben. És ezt az alázat adja meg, hogy beleléphetünk Istennek az akaratába. És szerintem ez a legnehezebb. És testvérek, én se tudom, hogy mi az, amivel Isten ma itt, abból, ami elhangzik, meg akarja érinteni a te szívedet. De tudom, hogy van valami, amit neked is akar mondani az Isten. És tudom, hogy ez fogja elindítani majd benned is a változást. Nem a tudás hozza meg, hanem az alázat.
És ebben folyamatosan növekedhetünk. Tehát tudjátok, hogy mikor veszítjük el igazán az alázatot, amikor ugye büszkén azt mondjuk, én alázatos vagyok. Na, ezt buktuk. Tehát, hogy lépjünk be ebbe. Tehát ez a három szempont lehet nekünk is szempont, hogyha jó csapattagok akarunk lenni, meg azok felé is, akiket szeretnénk a csapatunkba, vagy rendünkbe, vagy közösségünkbe beválasztani, behívni, hogy lelkesek-e, jó emberismerők-e, elég alázatosak-e. A gyerekektől nagyon sokat tudunk tanulni a lelkesedés terén. Én is mindig így tőlük tanulok. A minap, amikor az első osztályos gyerekeknek osztogattam a kis pecséteket, akkor az egyik gyerek így azt mondta, és megvan a békás pecsét! Nem mondom, na ezt a lelkesedést, ezt kellene, hogy úgy mi is úgy megőrizzük, és úgy vigyük magunkkal. Tényleg nem véletlenül mondja Jézus, hogyha nem leszünk olyanok, mint a gyermekek, szerintem erre is vonatkozik, akkor nem jutunk be a mennyek országába. Az emberismerethez is azt hiszem, hogy van itt egy kép, amelyikben ilyen kedvesen valaki rámosolyog a munkatársakra. Az Úrunk születése plébánián sokadik próbálkozás után sikerült találjanak valakit, aki a gyerekekkel foglalkozik, és hogyha valakire rámosolyog, akkor mindannyian jobb kedvre derülnek. Csodálatos lenne, hogyha a mi plébániáink is ezektől a mosolyoktól átjártak lennének. És hogyha egyértelmű lenne, hogy mindenki welcome, mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel látunk. Az alázatban pedig azt hiszem, hogy a Mester adott igazán példát, akkor, amikor megmosta a tanítványoknak a lábát, és minket is erre buzdított, hogy tegyük meg. Emlékszünk ugye Péternek az önkénten reakciójára is, ami teljesen emberi. Az én lábamat meg nem mosott soha. Legyünk őszinték, hogy nekünk papoknak is sokszor ez jut eszünkbe, hogy ha a hívek akarnak jönni segíteni valami olyat, amit mi is meg tudunk tenni. Ugye? Hogy hát azt meg nem teszed soha. De Jézus a laikus testvérekben is most azt mondja nekünk, hogy ha meg nem teszem, akkor nem leszel az enyém. Tehát egy új közösséget kell építsünk ezen a téren egymás között. És most megnézzük a kis videónkat, és aztán utána fogom majd folytatni. Egy kis reakciót azt majd fogok kérni így a testvérektől. Tom és Mike atya fognak igazából azokra a kérdésekre, amit mi illetőleg a Lelkipásztori Központ küldött el nekik Amerikába. Ezekre a kérdésekre fognak nekünk majd válaszolni. Hello Magyarország! Tom Corcorannek hívnak, itt van velem Mike White atya. Közösen írtuk az Újraépítve című könyvet, és nagyon örülünk, hogy beszélhetünk nektek róla. Köszönjük, hogy szakítottatok időt a konferencián arra, hogy meghallgassatok így a videón keresztül. A Marylandi Baltimore-ból küldjük ezt a felvételt, ami Washington közelében található. Nagyon örülünk, hogy megválaszolhatunk néhány kérdést, amit a plébániák újraépítésével kapcsolatban küldtetek. Végig megyünk ezeken a kérdéseken, és közben beszélgetünk. Az első kérdés Mike atyának. Mi indította a könyv megírására, és milyen volt a plébániánk, mielőtt megírta a könyvet? Azt hiszem, azért írtuk a könyvet, hogy tisztázzuk, mi is történt velünk, mi is a mi történetünk. Kezdetben csak amolyan belső feladat volt a részünkről. Tisztázzuk, mit is sikerült elérnünk a plébániánk megújításával. Az újjáépítéssel töltött évek során. Ez motivált bennünket eredetileg a könyv megírására. Plébániánk a könyv megírása előtt, mielőtt megkezdtük az újjáépítést, amire vállalkoztunk, amolyan kis álmos plébánia volt.
Nem történt itt túl sok minden. Arra törekedett mindenki, hogy fenntartsuk a státuszkót. Egy kicsit leragadtunk a múltban. Igen, aztán megpróbáltunk tenni valamit, hogy javítsunk a helyzeten. Addigra már elég kimerültek és fáradtak voltunk, kiégtünk. Aztán tanultunk néhány dolgot arról, hogyan is tudjuk jobbá tenni a plébániánkat, és azt hiszem meg akartuk osztani másokkal is a tapasztalatainkat. Láttuk, hogyan fejlődik a plébániánk, és szerettünk volna hasonló fejlődést látni más plébániákon is. A könyvvel kapcsolatban a másik fontos szempont az volt, hogy kimondjuk és megosszuk másokkal, akik esetleg nem akarnak hangot adni ennek az érzésüknek, hogy sokszor bizony igen fáradtságos és frusztráló tud lenni a plébániai munka. Tudjuk, hogy mások is éreznek időnként így, és néha hasznos tud lenni, ha kimondjuk, hogy a frusztráció is része lehet a plébáni életnek. Szeretnél ehhez hozzáfűzni valamit? Azt hiszem, valóban nagyon őszintén írtuk le a gondolatainkat és a saját történetünket ebben a könyvben. Úgy látom, a könyvet olvasók értékelik ezt az őszintességet. És gyakran tapasztalom, hogy bár vannak különbségek a kultúrák és az országok között, az emberi természet alapvetően mindenhol ugyanaz. És közös tapasztalatunk, hogy mekkora a feladat a mai világban tanítvánnyá válni és evangelizálni. Minden közösség és kultúra szembesül ezzel a nehéz feladattal. Valóban kihívást jelent, de szeretnénk megmutatni, hogy van út előre. Időközben már több könyvet is írtunk. Az újraépítve az első könyvünk. Nemrég készült el a pénz a templomban, illetve az újraépítve gyakorlati kézikönyve, másképpen a 10 lépés, és ahogyan írjuk át az üzenetünket. Ezekben igyekeztünk megmutatni a plébániai munkával járó valódi frusztrációt és a még valódibb örömöket is. Mi a megújulásunk titka? Ez a következő kérdés. Nem tudom, beszélhetünk-e bármiféle titokról. A megújulás kulcsa a mi plébániánkon az volt, hogy a padsorokban ülő hívek helyett, akik sokszor inkább vallásfogyasztók, és azért jönnek, hogy szolgáltatásokat vegyenek igénybe. Vallási, hitbeli, kateketikai, spirituális útmutatást várnak. Áldozáshoz vagy szentségekhez járulnak, egy szóval fogyasztóként vannak jelen a templomban, az ő szükségleteik kielégítése helyett inkább a templomban nem járó környékbeli emberekre helyeztük a fókuszt. Valójában ez volt az egyetlen alapvető megújulás a plébániánkon. Minden további bekövetkezett változás ennek az egy szemléletváltásnak volt köszönhető. Nagy energiákat szabadít fel egy közösségben, ha már nem csak a padokban ülő hívekkel foglalkozik, de a templomon kívüli emberekkel is, és megpróbálja hozzájuk is elvinni Krisztust. Azt hiszem, talán ez lehet a mi titkunk, bár ez valójában nem kellene, hogy titok legyen. Maga Jézus mondta nekünk, hogy ezt kell tennünk, de nem mindig sikerül megélni az ő tanítását. Az evangelizáció kultúrájáról beszéltünk, mely a kultúránk részévé kell váljon. Azt hiszem, ez a titkos recept. Mi jelentette a legnagyobb kihívást az újjáépítésben? Hogyan sikerült megfelelni ennek? Hogyan válaszolnál? Azt hiszem, a legnagyobb kihívás az volt, hogy rávegyük a padjainkban ülő híveket a szemléletváltásra. Arra vonatkozóan, hogy mit is kellene tennünk a plébániánkon. Talán ez jelentette a legnagyobb kihívást. Egy olyan kihívást, amire nem is igazán számítottunk. Ha megújulást, újjáépítést tervezünk, bizonyos például pénzügyi kihívások azonnal megmutatkoznak. Ugyanígy kezdettől fogva számolunk az erőforrásokhoz kapcsolódó, illetve a rendelkezésre álló technológiát érintő nehézségekkel. Ezekre mind előre gondolunk, és meg vagyunk győződve arról, ha ez rendelkezésre állna, minden sokkal könnyebb lenne. De a legnagyobb kihívás mindig az ember. Hogyan tudjuk őket előre mozdítani? Valóban, aztán mindig konfliktus van abból, hogyha bizonyos dolgokat megpróbálunk megváltoztatni, mert bár sokakat még nem tudunk elérni, azok a hívek, akik már a padsorokban ülnek, még ha kevesen is vannak, igazából teljesen meg vannak elégedve azzal, amik van, igaz? Igen. A templomba járók mind megkapják így vagy úgy, amit akarnak. Mindegy, hogy milyen rosszul működik, vagy diszfunkcionális egy plébánia, ezekért az emberekért, a padsorokban ülő hívekért, az ő érdekei kiszolgálásáért működik, legalábbis részben ezért működik. De ők ragaszkodnak ahhoz, amiük van, és ellenállnak minden kezdeményezésnek, amiről azt gondolják, elveszíthetnek valamit miattam.
Tehát jó eséllyel ez jelenti majd a legnagyobb kihívást a változtatás során. Egy másik kihívás is kapcsolódik az emberekhez. Meg kell találnunk azokat a tehetséges embereket, akik segíthetnek a víziónk elérésében. Sokszor pontosan tudtuk, hogy mit akarunk. A zene erre jó példa. Pontosan tudtuk, hogy milyen jellegű zenét szeretnénk. Tudtuk, hogy milyen irányba szeretnénk menni, de nem találtuk azokat a zenészeket, akik segíthettek volna ebben. Egyet értesz? Igen, és mindegy, hogy fizetett világi alkalmazottakról, vagy vallásos önkéntesekről beszélünk, akik ingyen vállalják a munkát. A trükk az, hogy a legjobb embereket gyűjtsük magunk köré, és jó helyre tegyük őket. A buszon utazva is beszélünk jó helyekről. Egy szervezeten belül a jó ültetés, a jó pozícionálás annyit tesz, hogy azokat, akik nem a számukra legmegfelelőbb helyen, a leginkább testhez álló feladatot végzik, ők emiatt nem is igazán fognak majd jól dolgozni, és nem igazán jönnek veled az újjáépítés útján. Őket úgymond el kell mozdítani a korábbi helyükről. Azon is múlik a dolog, hogy mit kezdünk azzal, ha ez nem sikerül. Hogyan kezeljük a felmerülő konfliktust, vagy hogy mit őrzünk meg az emlékezetünkben egy ilyen helyzetből? Mi az, ami megosztásra érdemes? Azt hiszem, különféle módon kezeltük az évek során ezeket a konfliktusokat. Néhány esetben igen hatékonyan, máskor nagyon nem hatékonyan. Hiszen végül is senki nem szereti a konfliktusokat. Mindenki el akarja kerülni a konfrontálódást másokkal. Olyan szinten, hogy bizonyos esetekben eltértünk az eredeti elképzelésünktől, hogy elkerüljük a konfliktust, ami aztán később komolyabb problémákhoz vezetett. Olyan szinten, hogy nem figyeltünk bizonyos a munkatársainkat vagy önkénteseinket érintő problémákra, amiből aztán nekünk magunknak adottak komolyabb nehézségeink. Azt hiszem, akkor sikerült gyorsabban haladnunk, amikor szembenéztünk a problémáinkkal, és egyenesen, direkt módon próbáltuk kezelni őket. Igen, azt hiszem, fel kell vállalni azokat a nehéz beszélgetéseket, amelyeket mindenki próbál elkerülni. Egyszerűen jobb túlesni ezeken. Úgy kell hozzáállni, hogy megpróbáljuk a saját álláspontunkat érthetően bemutatni. Majd bízunk abban, hogy az adott ember megérti a mi szempontjainkat, de azt is el kell fogadni, ha nem. Az egyházmegyével együtt megtanultuk, hogy hogyan tudjuk bemutatni, mi is zajlik a plébánián. Néha egy plébánián valami szokatlannak tűnik, néhányan rögtön az egyházmegyéhez szaladnak árulkodni. De mi igyekeztünk elmagyarázni a püspökünknek, hogy pontosan mit és miért teszünk. Igen, a kommunikáció a kulcsa mindennek. Legyen az az érsekséggel, a plébániai szövetségeseinkkel, vagy a plébánia egészével folytatott kommunikáció. Mindenképpen sokkal jobb stratégia, ha folyamatosan tájékoztatjuk az embereket arról, hogy mi is történik körülöttünk, mint a titokban a sötétség leple alatt próbálnánk megújulást előidézni. Visszatérve a vízióra, az emberek bevonzásával kapcsolatban, jó volt, hogy végig következetesen sikerült kommunikálnunk, hogy mit is szeretnénk, megszólítani a templomban nem járó átlag embereket. Városunk neve után Timóniumitinnek hívtuk őket. Újra és újra el kell mondani, hogy mit szeretnénk. Nem elég csak egyszer beszélni róla. Ha újra és újra elmondod, egy idő után megérti. Elmagyaráztuk azt is, hogy nem pusztán a változás kedvéért vezetünk be változtatásokat, hanem azért, mert az emberek elfordulnak az egyháztól. A fiaik, a lányaik, a barátaik és a rokonaik. Sok plébánia elköveti azt a hibát, hogy úgy véli, elég, ha egyszer elmondtam, értsenek belőle. Azt szoktuk mondani, hogy a vízió, a nagyívű tervek lassan szivárognak. Sokáig azt gondoltuk, elég egyszer elmondani az elképzeléseinket. Az emberek meghallgatják, elég okosak, hogy rögtön megértsék, és mehetünk is tovább. Nem így van. 60 000-szer kell elismételni, hogy pontosan mit is tervezünk, és még akkor sincs vége. Újra és újra el kell mondani, egészen addig, amíg a padsorokban ülő hívek el nem tudják ismételni még nálunk is egyértelműbben és világosabban. A vízió, a hosszú távú célok felvázolása a létező legfontosabb kommunikációs forma. Azt hiszem, a felmerülő nehézségek leküzdésében fontos szerepet játszik az is, hogy mindvégig kitartóan ugyanabba az irányba haladjon az ember. Hiszen nincs egyetlen varázsütésre működő megoldás, nem igaz? Nagyon sok különböző dologra lesz szükség a problémák megoldásához. Gyakran kérdezik azt tőlünk, hogy mennyi ideig tart mindez? Mennyi idő újra felépíteni egy plébániát? A válasz persze nagyon eltérő lehet az adott plébániától függően, és attól függően, hogy milyen jellegű újjáépítésre van szükség. De a rövid
válasz erre a kérdésre az, hogy sok időbe telik. Ahogy mondani szokták, hosszú ideig, engedelmesen egy irányba kell haladni ahhoz, hogy fejlődni tudjon egy plébánia. Nem lehet hetek vagy hónapok alatt keresztül vinni a változást, sőt, valószínűleg egy pár év is kevés rá. Hosszú évek kitartó erőfeszítésére van szükség. Emlékszem, hogy amikor korábban ezt hallottam, elég csalódott voltam. De ugyanakkor az is megnyugtató tud lenni, hogy tudjuk, rendben van az is, ha sok időbe telik. Ez tényleg időbe telik, és ez is része a folyamatnak. Igen, maga a haladás is lendületet ad. És ha kitartóan egy irányba haladunk hosszabb ideig, akkor egy idő után könnyebb lesz minden. A dolgok, mintha idővel gyorsabban mozdulnának előre. És ez örömteli várakozással tölthet el minket. De kétségtelen, hogy ebbe időt kell belefektetni. Összefoglalva tehát a nehézségeket, konfliktusok a hívekkel, a megfelelő emberek kiválasztása, te említetted a pénzt és az erőforrásokat, azt gondolom, ezeket mind meg lehet oldani azzal, hogyha folyamatosan igyekszünk továbbadni a víziónkat, és keressük a megfelelő embereket, akik megvalósítják ezeket. A vízión kívül módon azokhoz is elérhet, akiket eddig nem sikerült megszólítani. A következő kérdés, hogy hogyan találunk munkatársakat, szövetségeseket? Úgy vélem, egy lelki pásztor, vagy lelki vezető egyik fontos feladata, hogy megtalálja és kinevelje a tehetségeket, a talentumokat. Mindegy, hogy fizetett, vagy önkéntes alapon dolgozik az adott tehetség, az én legfontosabb feladatom lelki pásztorként a tehetség, a talentumok kibontakoztatása. Keresnünk kell a tehetséget, elő kell csalogatnunk az emberekből, ha szembe találkozunk vele. Amikor az Úr összegyűjtötte apostolait, alapvetően tehetségeket keresett maga körül, és ezeket a talentumokat karolta fel, amikor Pétert, Andrást, Tamást és a többieket meghívta. Igen, azt gondolom, a másik fontos dolog a vízióval kapcsolatban, hogy te prédikáltál erről a vízióról. Hirdetted, hogy mit szeretnénk általa elérni, személyes beszélgetések útján is, de a szószékben rejlő lehetőséget kihasználva is hirdetni kell, hogy mik a távlati terveink, és hogyan szeretnénk ezeket elérni. És akiknek tetszik az elgondolás, azok csatlakozhatnak. Kicsit olyan ez, mint a légibiztosítás a csatában, miközben a földfelszínen zajló háború állomásai a személyes beszélgetések. Szeretem a katonai hasonlatokat. Nagyon fontos kiemelni és megünnepelni azokat az embereket, akik nekünk dolgoznak. Biztosítani kell nekik is lehetőséget. Úgy is mondhatjuk, hogy adásidőt. Arra, hogy az egész közösség előtt beszéljenek, hogy a közösség megismerhesse őket, mint a plébánosi csapat tagjait, akár fizetett munkatársak, akár ingyen dolgozó önkéntesek. Amit elismernek, az újra megismétlődik. Amikor az emberek azt látják, hogy társaik a templomért munkálkodnak, és segítik a plébánia vezetését, az ő képzeletük is lángra gyúlik, és arra gondolnak, ezt akár ők is megcsinálhatnák. Szerintem a hasonló emberek mindig bevonzák egymást. Ha sikerül a megfelelő embert megtalálni egy adott feladatra, és alkalma nyílik az egész közösség előtt beszélni erről, az hasonló embereket fog bevonzani. Igen, ez szerintem is nagyszerű dolog. Mindig azt mondjuk, hogy a hasonló a hasonlót vonza. Szóval, ha vezető egyéniségeket keresel a plébániádon, először őket kell megtalálnod. Beszéltük, hogy a lelki pásztor vagy a segítői mivel töltik az idejüket. Ha csak olyan emberekkel foglalkoznak, akiknek lelki pásztori gondozásra vagy tanácsadásra van szüksége, és egyáltalán nem szánnak időt arra, hogy az előbb említett vezetőkkel foglalkozzanak, akkor soha nem is fognak több vezetőt bevonzani. A vezetők kinevelése, felismerése és támogatása, majd később a saját vezetőinkbe fektetett idő és energia hihetetlenül fontos. Érdekes, hogy amikor vezetőkre van szükség, akkor azok, akikre vezetői szerepbe számítanánk, gyakran nem sietnek maguktól, hogy jelentkezzenek. Ez kissé ironikus. Meg kell keresnünk őket, és időt kell szánnunk rájuk. Igen, a legjobbak azok az emberek, akik nem szívesen jelentkeznek maguktól, hogy segítsenek. És az is előfordul néha, hogy azok az emberek, akik elsőnek lelkesen jelentkeztek, nem a legalkalmasabbak az adott feladatra. Ezzel kapcsolatban pedig őszintének kell lennünk. Igen, így van. Ehhez mérten használjuk a rendelkezésre álló időt? Hogyan lehet a régi megszokásokat megújult szokásokká alakítani?
hogyan szabadulunk meg olyan tevékenységektől, amelyeket már nem kell tovább folytatni, és hogyan kezdünk bele új dolgokba. Azt hiszem, rendíthetetlennek kell lennünk abban, hogy mi az, amit tudatosan átgondolva egészen biztosan nem akarunk tovább csinálni. Amikor a plébániára kerültem, sok különböző vélemény élt a hívekben arról, hogy pontosan mit is kellene csinálnom. Sokan voltak, akik követelőztek. Azt követelték, hogy azt tegyem, amit ők akarnak, hogy tegyek. Ez utóbbi ritkábban fordult elő, inkább azt akarták megmondani, hogy nekem mit kellene, vagy kellett volna tennem. Vannak dolgok, amiket csak a plébános tud elvégezni. Csak én szolgáltathatom ki a szentségeket. Csak én prédikálhatok. Csak én vezethetem a plébánia pénzügyeit. Vannak dolgok, amiket én megtehetek, de mások nem, mert az én hatáskörömbe tartoznak. Ez a szerepem, ez a hivatásom. De folyamatosan igyekszem felmérni, hogy melyek azok a dolgok, amelyeket már nem nekem kellene végeznem, hanem helyettem valaki másnak, aki esetleg nálam jobban el tudja végezni az adott feladatot. Azzal érdemes szerintem kezdeni, hogy átgondoljuk, mi az, amitől könnyű szívvel megszabadulhatunk, amiről le tudunk mondani, és abba tudjuk hagyni. Talán a saját személyes napirendünk egyik eleme lesz az, vagy egy olyan plébániai program, amit csak néhány ember kedvéért tartanak életben. Mi az ilyen jellegű dolgokat egyszerűen nem hirdettük tovább. Voltak olyan programok is, amelyekre nem igazán járt senki. Az a néhány ember, akit érdekelt, továbbra is eljárhatott, de nem hirdettük az egész templom számára, mert tudtuk, hogy már nincs élet ezekben. Fontos tehát a kommunikáció. Azokat a dolgokat, amelyek nem működtek már igazán, vagy amitől meg akartunk szabadulni, egyszerűen nem hirdettük tovább. Az új dolgokat bevezetni pedig úgy érdemes, hogy próbateszteljük az újításunkat. Nálunk az esti félhatos mise volt az a terep, ahol az új dolgokat kipróbáltuk. Így tesztelhetjük, hogy működik-e egy újítás, és ha szárba szökken, akkor a plébánia többi részét is be lehet vonni. Mindenhol azt halljuk a plébánosoktól, hogy nagyon szeretnék megújítani a plébániájukat, de egyszerűen nincs ilyesmire idejük. Már most is nyakig elmerülnek a munkában. Azt tanácsolnám, hogy vizsgálják meg tüzetesen, hogy mit is csinálnak. Abból van olyan tevékenység, ami elhagyható, amiből már kiléphetnének. Az ugyanis, hogy stratégiai megfontolásból tudatosan bizonyos tevékenységekkel felhagyjanak, döntő jelentőségű lesz az előrehaladásuk sikeressége szempontjából. Nem kell persze mindent kiúzni a listáról, csak egy-két, esetleg három tételt. Néhány olyan dolgot, aminek az elhagyásával lehetőség nyílik valami új, egy új fejlődési irány kipróbálására. És ez aztán majd idővel tovább épület. Hogyan kezeli az újítást ellenzőket a plébánián? Visszatérünk a konfliktus témához. Mostanra elértük, hogy nem nagyon van olyan ember a plébánián, aki ellenzi a változást. Már túlléptünk ezen a szakaszon. Ami biztató lehet, mert valóban el lehet jutni erre a pontra. Igen, el lehet jutni erre a pontra, ha a plébániához tartozó emberek már hozzászoktak a gondolathoz, hogy folyamatosan változó környezetben élünk. A közösségünk, a kultúránk, a világ, a technológia mind hihetetlen ütemben változik, és ennek a mi változási sebességünkben is meg kell jelennie. A padsorainkban ülő hívek most már várják, hogy mindig történjen valami változás. Talán nem tudják biztosan, hogy milyen változás várható, de számítanak rá, és hozzá vannak szokva, még akkor is, ha nem mindig tetszik nekik ez a változás. Így visszatekintve azt látom, hogy sok esetben azon múlott egy-egy bevezetni kívánt újítás sorsa, hogy bekeményítettünk, és kitartottunk a belső ellenzékkel szemben. Nem minden ellenző méltó a válaszra. Ha valaki nem képes tisztelettel és szeretettel kérdezni, az lehet, hogy csak tévedésen akar kapni. Jézus nem válaszolt a kritikákra. A farizeusoknak azt mondta előbb, ti próbáljátok megválaszolni ezt a kérdést, és ha nem válaszoltok az én kérdésemre, én sem fogok a tiétekre. Azt tanultuk tehát Jézustól, hogy nem kell mindig választ adnunk az ellenfeleinknek. A második, hogy tisztán lássuk, milyen célból tették fel a kérdést. Talán már készek elfogadni a víziónkat, talán csak is segítség kell, hogy tisztában lássanak. Nagyon fontos az, hogy milyen indítatásból teszik fel a kérdést. Ahhoz, hogy megértsük egymást,
Arra van szükségünk, hogy érezzük az adott kérdést, kételyt, tisztelettel és szeretettel fogalmazza meg a másik fél. Ha valami újba vártunk és tapasztaltunk némi haragot vagy elégedetlenséget, mindig meghallgattuk az emberek véleményét, de egyesével beszéltünk velük, és válaszoltuk meg a kérdéseiket. És ez így nagyon jól, egészségesen működött. Az emberek időnként megbántva érzik magukat, és ilyenkor érezniük kell, hogy meghallgatjuk őket. De felismertük, hogy ahelyett, hogy össznépi gyűléseken hallgatnánk meg a panaszaikat, ami lássuk be nem túl hatékony, inkább egyesével igyekszünk megválaszolni a kérdéseiket. Így talán sikerül meggyőzni néhány embert, hogy mellénk álljon. Mindig vannak olyanok, akik ellenzékben maradnak, nekik nem kell feltétlenül válaszolni. Mi segített a megújulás útján? Mindig menni kell tovább. Rendületlenül. Igen, ne álljunk meg. Állhatatosság. Ami szerintem rengeteget segít, az az, ha gyűjtünk magunk köré egy csapatot, egy tímet. A lelkipásztorok gyakran egyedül próbálnak boldogulni. Nincsenek fizetett alkalmazottaik, és nem értékelik eléggé, hogy vannak odakint emberek, akik örömmel dolgoznának ingyen a plébánián. Így aztán egyedül magukban küzdenek. És mint tudjátok, felszentelt papként nincs feleségünk, nincs saját családunk. Eleve van egyfajta beépített izoláció, amivel már az elején meg kell küzdenünk. És ha emellett még természetes szövetségesek sincsenek körülöttünk, az végképp nagyon elszigetelő hatású lehet. Nagyon magányos küldetés lehet ez így. Sokkal messzebbre juthatunk, és sokkal gyorsabban, ha barátokkal együtt megyünk az úton. Igen, azt gondolom, a team valóban nagy segítség lehet. Egy csapat ember, akik a munkatársaitok a plébániai munkában. És nagyon fontosak az ehhez hasonló konferenciák is, ahol találkozhatunk hozzánk hasonló gondolkodásúakkal, akik szintén megpróbálnak változásokat bevezetni, hogy újra és újra keresünk inspirációt olyan helyeken, akik már voltak hasonló helyzetben. Hiszen azáltal, hogy látjuk, máshol másoknak már sikerült valamit elérni, megerősítést nyerünk, hogy megvalósítható, amit elképzeltünk. Reményeink szerint mi is itt a Jézus születése plébánián inspirálhatunk másokat. Kiemelten fontos az is, hogy eközben mindvégig erős Isten kapcsolatot tartsunk fenn. Hozzáfűzöl valamit? Szeretném hangsúlyozni, hogy érdemes más plébániákat és templomi közösségeket megnézni. Olyanokat, amelyekben valódi élet van. Már az is inspiráló lehet, ha elmegyünk ezekre a helyekre, és eltöltünk ott egy kis időt. Megpróbálunk inspirációt és energiát meríteni belőlük. Esetleg olyan segítőtársakat vagy más templomi közösségeket találunk, amelyek minket is támogatnak és bátorítanak. Még egy utolsó gondolat, találd meg azt az egy programot a saját templomodban, ami valóban energiával tölt fel. Van egy lelkipásztor barátunk Bostonban, akinek a 10 órai szentmise jelenti ezt. Azt mondja, ez a mise tart életben hétről hétre. Mi is említettük a magunk újítási perceit a félhatos szentmisén. Ez élettel töltött el minket. Biztos van olyasmi a ti plébániátokon is, amiből energiát és megújulást nyerhet. Az utolsó kérdés, mit üzennénk azoknak a magyarországi plébániáknak, amelyek keresik az útjukat? Azt mondanám, legyetek állhatatosak. Tartsatok ki a céljaitok mellett. Megéri. Megéri az összes kihívás és az útközben tapasztalt szomorúságok ellenére is. Mert legyünk őszinték, ez is része a dolognak. Egy plébánia megújítása az egyik legizgalmasabb és leggyümölcsözőbb vállalkozás, amit csak el tudok képzelni. Ezt megerősítem én is. Nagyon szeretem Dávid történetét. Leírják, hogy hogyan szolgálta Istent a maga korában, a saját generációjában. És azt gondolom, hogy mi is energiát meríthetünk abból, hogy Isten épp most, ebbe a korba és ebbe a kultúrába helyezett minket az USA-ba, titeket Magyarországra. Isten sikeres és gyümölcsöző szolgálatra szánt mindannyiunkat. Örvendeznünk kell, hogy Isten áldásával dolgozhatunk, és keresnünk kell, hogy hogyan tudjuk őt ebben a korban, ebben a generációban szolgálni. Még valamit, atya? Isten áldjon titeket. Köszönjük! Próbáljatok meg most, ha lehet, egy másik emberhez fordulni, mint akihez az előbb fordultatok, a másik irányba. Ó, lehet, hogy ahhoz egy kicsit, egy fél métert esetleg így odébb kell, hogy üljetek.
Szeretettel köszöntünk, György. Most egy kicsit az ördög ügyvédje leszek. Lehet, hogy nem is sokaknak tetszeni. Két dologról indulok, és majd javasolnám, hogy a fuvallatot még oda föl lehetne írni. 45 évvel ezelőtt Tomka Ferenc itt tanított. És a Teológia újságban megjelentetett egy cikket a katekumenátus szertartás könyvről, ami akkor még nem volt magyarul, és nem is lehetett, hogy ott kis csoportokba, közösségekbe kell fogni össze azokat, akik keresztségre készülnek. A megjelenés után másnap itt megjelent két öltönyös ember, és attól fogva aztán magyar egyházba ezt a szertartás könyvet említeni se volt szabad, nem hogy kiadni, magyarul lefordítani. Ez a csoport, ez a közösség még a rendszerváltás után 5-6 évvel is kinkeservesen tudta behozni a köztudatba egyáltalán az, hogy kis csoport meg közösség. A másik, két kaposvári püspök, az egyik a Regnum Marianumból, a másik a Bokorból indult, és a Regnumba, ott már 100 év óta szerintem így próbálják nevelni a gyerekeket kis csoportba, tanítványá. A Bokor mozgalom az meg hát a háború után, meg a 60-as években indult, ahol kifejezetten tanítványokat próbáltak nevelni, úgyhogy az előbbi riportból én nekem nagyon sok kifejezés visszacsengett a füleimbe, amiket én fiatalon hallhattam. Mind a kettő megszenvedte magáit, a Balázs Béla püspök is nagyon kutyával megszenvedte a rendszerváltásig, és ugyanúgy a Varga László plébános is, aki 2 éve meg itt a sejt evangelizációról beszélt, és nekem később esett le, hogy tulajdonképpen kis csoportról volt itt szó. Ő is megszenvedte nagyon a magáét. Tehát úgy érzem, hogy Magyarországon azért már voltak itten tüzek, meg vannak. Ez, amit most itt látunk, hallunk, meg olvasunk, ez remélem, hogy ezt egy kicsit majd fel tudja fújni, fel tudja éleszteni, tehát mint egy külső éltető fuvallat hat rá. Bocsánat, ilyen hosszú voltam. Köszönjük nagyon szépen. Azt hiszem, hogy valóban lehet, hogy kellett az, hogy annak idején itt ezek között a falak között el legyen némítva ez a hang, hogy most újra megszólalhasson. És hogy az, ami búvópatakként sokunknak a szívében ott volt már ezekben a nehéz években is, az most egyszer csak forrásként előtörjön. És ez talán nem véletlen, hogy pont éppen az eukarisztia évéhez, illetőleg ehhez a szlogenhez kapcsolódik, hogy minden forráson belőled fakad. Tehát nincs olyan, amit Istentől származik, amit el lehetne folytani. Ezt már kezdet-kezdetén az apostolok cselekedetében fölismerik már a farizeusok maguk is, és ugye hallgatnak is arra, aki azt mondja, hogy ha Istentől való, akkor úgysem tehetünk ellene semmit. Tehát keresnünk kell ezt a lehetőséget, a megújulásnak ezt a lehetőségét. És én azért még hadd tegyem hozzá, ugye Varga László püspök atyára talán a Bokornál sokkal jobban hatott, amivel aztán ő később úgy tudom, hogy egy új irányt kezdett el az életében. Sokkal jobban hatott például a karizmatikus megújulás is, ami a mai napig is egy nagyon komoly forrás tud lenni. A Szentlélek szemináriumot, akik elvégzik, ugye ez a 8-7-es lelki gyakorlat, az mindenkinek az életét teljesen meg tudja változtatni. Én magam különben még annak idején gimnazistaként levelező formában végeztem el ezt a dolgot, és ezt azért is mondom, mert esetleg lehet, hogy vannak olyanok, akik most is így minket akár így távolról kísérnek a televízión keresztül, és lehet, hogy úgy érzik, hogy de hát én hogyan is tudnék ezekben itt így részt venni. Lehet olyan is, aki már akár ágyhez kötött beteg, és mégis állítom, hogy Istennek a szent lelkének nincsen akadály. Tehát ő le tudja küzdeni ezeket a távolságokat, és tud egy új lendületet adni mindannyiunknak az életének, és valóban én is azt remélem, hogy most mindenki fölismeri azt, hogy itt nem
új dolgokról van szó, csupán egy új lendületről. Egy olyan lendületről, amely most már nem csak a közösségeinket, amelyek, ahogy említettük már, különböző mozgalmakban azért már itt voltak közöttünk, hanem a plébániáinkat is elérheti. És hogy a plébániáink is megújulhatnak. És ehhez nem kell az, hogy ők ilyen vagy olyan lelkiségi mozgalomhoz tartozzanak kifejezetten. Egyszerűen csak annyi kell, hogy a vasárnapi szentmiséinket, azokat úgy éljük meg, hogy az valóban mindenki számára egy csodálatos ünneplés legyen, hogy áthelyezzük a fókuszt azokról, akik már most a padokban ülnek, azokra, akiket még szeretnénk meghívni. És a harmadik, hogy mindazokat, akik már most itt vannak, és azokat is, akik majd jönnek, őket tanítvánnyá tegyük. Tehát ha ezen a három dolgon változtatunk, ez három apró dolognak tűnik, hogy a szentmiséink tényleg csodálatosak és felemelőek lesznek, hogy az embereinket megpróbáljuk a misszióra irányítani, és hogy mindannyian megpróbálunk tanítvánnyá válni, akkor minden megváltozhat körülöttünk. Egyszerű ez a modell, de ahogyan hallottuk, a nagyon bonyolult problémákra gyakran nagyon egyszerű megoldások is lehetnek jók. Lehet, hogy van más, akár ennél jobb megoldás is, amivel te már találkoztál, és nem gondolom, hogy ez lenne az egyetlen üdvözítő út. De úgy látjuk, hogy ez nagyon sokaknak az életében működött, illetőleg az az éhség, amit én itt tapasztaltam itt az elmúlt egy évben, amióta magyarul is kiadtuk ezt a könyvet, és ahogyan az emberek ezt elkezdték forgatni, egyik fiatal úgy fogalmazott a lelkipásztoráról, hogy úgy látom, hogy az atya nagyon hype-olja ezt a könyvet. Ugye én sem használom annyira ezt a kifejezést, de azt jelenti, hogy nagyon-nagyon bátorítja, nagyon-nagyon szereti, nagyon terjeszti, nagyon-nagyon örül neki. Tehát, hogy a papokat is ennyire át tudta ez így lelkesíteni, legalábbis én ezt tapasztalom. Van olyan lelkipásztor barátom, aki azt mondta, hogy te Kálmán, én ezen hónapokon keresztül rágtam magam, és sokszor elolvastam, és aláúztam, és most már értem, tényleg azok felé kell forduljak, akik elvesztettek. És ez a fordulat, ez egy óriási fordulat lesz, ha fölismerjük, hogy tele vagyunk olyanokkal, akiket elveszített az egyház. Elvesztetteknek mondjuk őket, és nem elveszettnek, mert a magyar nyelven ugye ezen vitatkoztunk, hogy hogyan is fordítsuk, és ugye elveszett bárányról beszélünk, de hogyha azt mondom, hogy te egy elveszett ember vagy, akkor azért annak egy kicsit más jelentése van a magyar nyelvben. Tehát inkább elvesztettekről beszélünk, és ezzel magunkra irányítjuk a figyelmet, mert nekünk kell keresni őket, mert mi elveszítettük őket. És ez lenne a lényeg, hogy megtaláljuk őket. És akkor ő is fogja érezni, hogy én elveszett voltam, de megtaláltak. A megtaláltságnak az érzésével megajándékozni az embereket, hogy téged Isten meg akar találni. És akkor fogod te is megtalálni őt, hogyha ezt elfogadod. Mert ő már sokkal előbb szeretett téged. És azt hiszem, amikor ezt valaki megérti, hogy Isten már tárt kapukkal várja őt, Akkor valami óriási változás kezdődik az ő életében is. Következő hozzászólónk. Csira Imre vagyok, Szombathelyi Ferences plébániáról. Én a könyvet elkezdtem olvasni, de amikor atya kérdezte, hogy végigolvasni, nem olvastam végig, az amerikai stílussal volt bajom. Igazából annyit szeretnék most a látottakhoz hozzátenni, hogy egy kicsit felidőződnek nekem olyan emlékek, ami már az életben Magyarországon egy kis faluban megvalósult. Az atya már 8 éve elment, de ő olyan életet élt elénk, én nem voltam a plébánia tagja, de ismertem, ami röviden az ő szavaival megfogalmazva vezérfonal az volt, hogy nekem az a dolgom, hogy a templom tere legyen, a többi a tiétek, képviselő testületnek mondta. És működött. Kisközösségek, óvodások, idősek a végére megértették az ő nyelvezetét, és sírtak, amikor ugye Veres András püspök elhelyezte abból a faluból. Tehát örülök, hogy ez egy könyvbe megjelenik, tehát a módszer megjelenik egy könyvbe, hogy van ennek hitele, és van ennek valós alapja. Én számomra ez már élet volt, és remélem, hogy az is lesz, és folytatjuk. Én bízom benne, tehát ahogy az énekben is van, hogy remény van te benned,
Ez egyértelmű. Köszönöm, én ennyit szerettem volna hozzá. Köszönjük nagyon szépen, Iván. Köszönjük. Én is remélem, hogy nem fölöslegesen küzdünk itt ezzel a kérdéskörrel, és annyira örülök, hogy fölismeritek, hogy igazából ez már itt van köztetek, és hogy ez már itt volt az életetekben valamilyen formában, illetve hogy ja, hát erről beszéltek ők is, és igen, igazából természetesen egyáltalán nincs semmi új a nap alatt, de az egy újdonság lesz, hogyha ezt mi itt megtesszük, és hogyha megtesszük a következő nemzedéknek is. Tehát ez egy óriási meghívás számunkra, hogy a mai fiataloknak meg tudjuk mutatni azt, hogy igen, van értelme a kereszténységnek. Ma már nem is csak azzal kell küzdjenek az emberek, hogy azon gondolkozzanak, hogy esetleg Jézus most Isten volt-e vagy sem, hanem azt a komoly kérdést teszik föl, hogy egyáltalán létezik-e Isten. Nem lehet, hogy ő ténylegesen csak illúzió. Ma az ateisták, ami egy elég komoly irányzat a világban, azt próbálják meg elhitetni az emberekkel, hogy Isten léte csupán egy illúzió. Ebben a helyzetben mi tanúságot tehetünk arról, hogy az egymás közötti szeretetünkben és a rászorulók iránti szeretetünkben is ott van Isten. Nem csupán illúzióként, hanem nagyon valóságosan, nagyon kézzel foghatóan ott van az Isten. És ez az, amire meg szeretnének hívni így benneteket is. De hogyha bárki úgy érzi, hogy valami kérdéssel szeretne így ebbe így megszakítani, akkor nyugodtan, tehát adunk erre is így lehetőséget. Igen, már is van egy. Köszönöm szépen. Budapestről egy ferences plébániáról jöttem, Szotfit Gábor vagyok. És egész végig azon gondolkoztam a két film bejátszás alatt, hogy hol van a határa a kívánság egyháznak és a katolikus egyháznak. Szerintem nem is következetesen beszélt a fiatalember és a papa. A fiatalember nagyon azt hangsúlyozta, hogy meg kell hallgatni az embereket, valamilyen módon figyelembe kell venni a véleményeket, ami nagyon jó. Én például szoktam elmenni Tezébe, ott már ugye nem katolikus, hanem egy ökumenikus közösségről van szó, de ott a fiatalok nagyon szívesen fekszenek, alszanak mondjuk a templom padlóján, legutóbb láttam már kutyákat is bent a templomba, tehát a kívánság az megvan mondjuk ilyen szintig, másik oldalról most itt az atyára nézek, Pap Miklós atya meg azért is már megrója az embereket, teljesen jogosan, hogy mondjuk fekve ne imádkozzanak, mert meg kell adni a tiszteletet mondjuk a Jóistennek, és én őszintén szóval inkább Miklós atyával értek egyet. Tehát van egyfajta, úgy érzem, hogy különbség a kívánság egyház és a katolikus egyháznak a történelmisége, hagyománya és az egész épület, amin valamilyen módon mi rajta élünk, amit nekünk, mint katolikusoknak figyelembe kell venni, és amit hallottunk, az inkább egy ilyen protestáns megaegyháznak az indításáról szól. Én kicsit így éreztem, amiből azért sok van a világban. Hogy hol van a határa a kívánság egyháznak és a katolikus egyháznak? Köszönöm, nagyon jó a kérdés. Itt említetted éppen a kutyákat, hogy benn vannak a templomban, nem tudom, hallottátok-e. Rómában van egy plébános, aki úgy döntött, hogy ő a kutyás néniknek fog tartani szentmisét, és arra a szentmisére be lehet vinni a kutyákat, ugyanis ezeknek a kutyás néniknek egy nagy problémája, hogy nem tudnak elmenni a szentmisére, mert nem merik otthon hagyni a kiskutyájukat. És a szentmise tele van úgy, hogy ott ülnek a kiskutyák a nénik mellett. Szóval csak, hogy a katolikus egyházban mi van, vagy mi nincs, az egy jó kérdés. Én igazából nem tudok olyat protestáns testvéreinknél, ami a katolikus egyházban nincs. Tehát ez már az ökumenének azt hiszem egy elég alapvető hangja lehet. Ugyancsak találkoztam már olyan ifjúsági találkozóval,
ahol adott esetben akár egy millió fiatal, például pont Rómában, egy óriási kampuszon ünnepelte a Szent Misét, miközben az az igazság, hogy nagyon sokan a fiatalok közül ott feküdtek éppen a kis laticeljükön, és hát bizony, ezek komoly kérdések, hogy akkor most miért nem parancsoltuk meg nekik, hogy már pedig akkor mindenki vigyázálás, mert itt most Szent Mise van. Pedig ez egy világifjúsági találkozó volt éppen Rómában. Szóval, hogy most mit tervezünk katolikus egyháznak, és mi az, ami meg máshonnan jön, én szerintem ezt nem állítanám ilyen ellentétbe, hanem az a kérdés, hogy az a folyamat, az hogyan valósul meg, hogy azok, akik először még csak adott esetben otthon a fotelből ülve nézik a Szent Misét, onnan hogyan jutnak el odáig, ha egyáltalán fizikailag képesek rá, hogy betérdelnek az oltári szentség elé a templomban. Nyilván valamikor fizikailag erre nem képes valaki, és akkor nyilván erre nem vonatkozik, azt hiszem, ez a felvetés, hanem akkor szabad neki ülve is, vagy akár fekve is szentségimádásban jelen lenni. De alapvetően mégis teljesen igaz, hogy a magatartásunk az is kifejezi azt, hogy mi hol is vagyunk. És ugye például mi ebben a kápolnában, ahol vagyunk, akkor, amikor most egy konferenciát tartunk, mi innen kivisszük az oltári szentséget. Azért, mert azt mondjuk, hogy ez most itt így ilyen értelemben, idézelben véve nem templom. Nyilvánvalóan attól még ugyanúgy viselkedünk, mint ahogyan egy templomban, de például nem fejezzük ki a tiszteletünket az oltári szentség felé. Akkor, amikor ilyen különleges helyzetekkel találkozunk, akkor azt hiszem, hogy mindig az a kérdés, hogy hogyan tudjuk tovább vezetni a fiatalokat. És vagy adott esetben akár a nem fiatalokat. Afelé, a titok felé, amire mindannyian már meghívást kaptunk, hogy találkozzunk vele. Tehát én nem állítanám ezt ilyen szöges ellentétbe, és valóban egy nagyon nagy nehézségnek tűnik néha, amikor azt mondjuk, hogy ó, hát valami túlságosan amerikai. Ugyanakkor az egész világ nem kérdezi tőlünk, hogy ő mennyire szeretnénk az amerikait, vagy mennyire nem, hanem itt van, és ugyanazt hirdeti, hogy csak hazai alapanyagokból, de az amerikait kapjuk 100%-osan. Vajon elhisszük-e, hogy azok a megoldások, amelyek adott esetben a Föld másik felén működnek, azok nálunk is működhetnek? Nem úgy, hogy szó szerint lemásoljuk azokat. És azt hiszem, hogy én sem arra bátorítanék senkit, hogy ezentúl már pedig hason vagy háton fekve legyen jelen a Szent Misén. De hogyha valaki így van éppen jelen, akkor szeretettel próbálom őt meghívni arra, hogy lépjen tovább. A fiatalok templomaiban valóban általános az, hogy nincsenek például padok. És ez egy óriási fordulat, úgy látom, azokban a templomokban, a Michael atyáé különben pont nem ilyen, de azokban a templomokban, ahova fiatalokat tömegével szeretnének bevinni, hogy onnan kiveszik teljesen a padokat. Vajon mit tesz ez lehetővé számunkra? Lehetővé teszi például azt, hogy kis csoportokba gyűjjünk össze, adott esetben, akár a Szent Misén kívül, és osszuk meg Istennek az igéjét egymással. De valóban lehetővé teheti azt is, hogy valaki például adott esetben a földre üljön, és úgy imádkozzon. Ahogy egyre idősödünk, azt hiszem egyre kevésbé vágyunk arra, hogy feltétlenül a földön üljünk, de a gyerekeknél ez például még ma is teljesen természetes számunkra. Tehát csupán az a kérdés, hogy mennyi idős valaki ahhoz, hogy ő milyen magatartásformát követ például a templomban. Egy 2-3 éves gyereknél egyikünk se lenne fölháborodva szerintem, hogyha leül a földön és lefekszik, még akár a Szent Mise alatt is. Az idősebbektől már lehet, hogy egy kicsit többet várunk, és amikor valaki tényleg fölnő, nem csak fizikailag, hanem a hitben is, akkor már azt hiszem egyértelmű lesz számára, hogy egyre jobban szeretne fegyelmezetten belépni ebbe a misztériumba. Nem csak fizikailag növünk föl, hanem lelkileg is. És ebben kell segítsük az embereket.
És ugyanakkor óriási türelemre van szükségünk addig, ameddig valaki ebben a kérdésben növekszik. És lehet, hogy még akkor is, amikor már azt gondolja, hogy felnőtt, még akkor is lehet, hogy lehet figyelmeztetni arra, hogy ne haragudj, ez itt egy szent dolog. Ezt egy kicsit nagyobb tiszteletben kéne, hogy tartsuk. És itt mindannyian lelkiismeretvizsgálatot is tarthatunk. Hadd hívjam föl még a figyelmet arra, hogy vannak olyan vallások, akik adott esetben azt mondják, hogy a templomba nem szabad cipővel belépni. Ugye? És hogyha valaki cipővel lép be, akkor az óriási tiszteletlenségnek a kifejezése. Mi ezt nem gondoljuk. Mi azt gondoljuk, hogy önmagában ez még azért nem jelenti azt, hogy mi tiszteletlenséget fejeznénk ki Isten felé. De mi is elismerjük azt, hogy amikor Ábrahámnak elhangzik, vedd le a sarudat, mert szent az a hely, ahol állsz, akkor az Istennek való meghívásnak a jele az, hogy ő cipő nélkül állott az Isten előtt, sőt leborul. Mégis viszonylag ritkán szoktuk mi a templomainkban ezt a leborulást, vagy akár cipő nélküliséget gyakorolni. Olyan csodálatos ez, ahogy az évszázadok során ez itt így változik. Ahogyan István atya említette a prédikációban, nekem nagyon sokat adott, hogy alapvetően évszázadokon keresztül azt gondoltuk, hogy már pedig csak egy szín alatt lehet az oltári szentséget magunkhoz venni. Legalábbis itt a latin egyházban azért a görögök nem feledték el azt, hogy a két szín alatti áldozás az maradandó. De most újra fölismerjük ennek a jelentőségét, hogy milyen csodálatos az, hogyha két szín alatt is magunkhoz vehetjük az oltári szentséget, és hogy ez nem tiszteletlenség a mi részünkről. Nem csak úgy fejezhetjük ki a tiszteletünket, hogyha csak egy szín alatt áldozunk. Ennek egy érdekes változata különben, hadd osszam meg veletek, nem olyan régen egy ilyen nagy ifjúsági vagy világtalálkozó szerűségen voltam, és arra kértek meg, hogy én áldoztassam a gluténfríket, ugye a gluténmentes áldoztatást. Én mondtam, persze, igen, én megteszem. És amikor arra került a sor, akkor a kezembe nyomtak egy kelyhet. És kérdeztem, jó, na és? Mondták, hogy ezzel menjél, és ezzel áldoztasd meg a gluténmentesen áldozókat. Megáldoztattam őket nyilván. Egy szín alatt áldoztak, csak a vér színe alatt. Mert az ő egészségük csak ezt tette lehetővé. Ilyen esetben nyilvánvalóan ezt engedélyezi az egyházunk. De azért ezek komoly meghívások így számunkra, hogy hogyan tudjuk ugye, például ezt a változó valóságot, hogy fölismertük, hogy bizonyos emberek nagyon-nagyon rosszul tudnak reagálni arra, hogyha valamilyen gluténeset esznek, vagy magukhoz vesznek, hogyan tudja ezt az egyház beépíteni, és lám egy milyen egyszerű megoldást találtak ki a testvérek erre. Biztos, hogy nincsenek mindig tökéletes helyzetek, de arra bátorítanálak benneteket, hogy keressétek azt, hogy mit üzen a lélek ezen keresztül itt ma a Magyar Egyháznak, és mi az, amit szeretne Isten, hogy megvalósuljon itt így közöttünk. És azt hiszem az, hogy felemelő Isten tisztelet legyen, hogy ténylegesen elinduljunk a misszióba, hogy elinduljunk a tanítványság útján. Ez tényleg lehet egy közös nevező, akár még a protestánsok és a katolikusok között is. És hogyha belépünk ebbe az egyszerű modellbe, akkor sok minden meg fog fordulni az életünkben. Hadi Ferenc Nagymaros. Két nagyon fontos megjegyzés Kálmán atyának a mondandójához, meg az előttem szólóhoz is. Ugye itt szóba került az idő, tehát hogy türelmesek legyünk, kitartás hangzott el itt a videózenetnek a végén. És volt egy nagyon fontos, az előadásodban egy nagyon fontos megjegyzés, az emberi természet. Ne felejtsük el, hogy bármilyen gyorsan változik körülöttünk a világ, pörög minden, és a technikai forradalom, és a kütyüknek a forradalma. Az emberi természet, mondják a pszichológusok, nem én, nagyon lassan változik. Tehát ezért is kell türelmesnek lenni. A másik ehhez, amit mi régen megfogalmaztunk magunknak, volt is egy imádság Nagymaroson erről, hogy ha a megújulásról beszélünk, akkor kezd magadon. Én is kezdem magamon. A harmadik, itt a kívánság egyházhoz, hogy
vagy éppen a katolikus egyház jelenlegi helyzetéhez. Elhangzott itt is korábbi előadásokban, lelki gyakorlatunkon hallhattátok már, hogy gyakorlatilag az elmúlt évtizedekben két generációnak kiesett nagyon sok minden. És ugye itt ebben a sokat idézett parancsban, Jézus parancsában, hogy menjetek és tegyetek tanítványom már minden évet, ott is van, és tanítsátok őket mindannak a megtartására. Ne felejtsük el, hogy meg kell tanítani alapdolgokat. István atyával mi annak idején úgy fogalmaztunk, hogyha itt a megújulásról beszélünk, és újra építve mondjuk egy házra néztek, én magam is építkeztem nem egy ház, baráti háznak az építésében, akkor le kell ásni, először lefegle kell ásni, és mi úgy fogalmaztunk akkor István atyával, hogy egészen addig, amíg koppan az ásó azon a kősziklán, ami Jézus Krisztus. Köszönöm. Nagyon köszönjük. Nagyon köszönöm, és itt így elindítottál itt így bennem is egy gondolatot, meg hadd éljek én is egy kis felhívással azok felé, hiszen látom, hogy itt többen is vannak, akik adott esetben akár azon gondolkoznak, hogy most jaj, de jó, befejeztük a hittankönyv sorozatunkat, és ezt most már itt így lehet tanítani, vagy esetleg pont azon gondolkoznak, hogy milyen jó lenne írni egy újat. Hadd bátorítsak mindenkit arra, hogy gondolkozzunk el azon, hogy azokat az ismereteket, amiket egyáltalán nem bírnak ma a fiatalok, vagy az idősebbek, hogyan lehetne átadni? Mert hogy lehet, hogy 20 évvel ezelőtt született ilyen típusú írás, de hát ma egy teljesen új közegben vagyunk. Hogyan tudnánk azt átadni? Valószínűleg sokkal pörgősebben kell, mint ahogyan most itt így megpróbáltam én is ezt. De hogy mit tudnánk ezért tenni? Mert nagyon nehéz feladatunk van. Én azt látom, például hitoktatva is általános iskolában, hogy gyakorlatilag tényleg örülhetünk, hogyha az alapimádságokat már meg tudjuk tanítani. Teljesen prekatekumenátus előtti állapotban vagyunk még. Tehát hogyan tudnánk ilyen evangelizációs jellegű hittanórákat tartani? És én úgy értelmezem, hogy Ferenc pápa is újra és újra ezt kéri tőlünk, hogy evangelizáljunk, hogy adjuk tovább a hitet. Nagyon kevesen vannak egyelőre azok, akiknek erre nincs szükségük. Azt mondanám, majdnem mindenkinek, még talán nekünk is szükségünk lenne arra, hogy átitatódjunk ezekkel. Hogy hogyan tudjuk továbbadni a hitet másoknak. Talán ismeritek a kis bábfilm sorozatot is, amit készítettünk. Bármilyen furcsa, ez a Zengedjétek hozzám című bábfilm sorozat, vagy Riska és Csiba a tanítványság útján, ez igazából egyfajta felnőtt evangelizáció is volt. Kevesen tekintenek így rá szerintem, így közülünk is. Azt gondoljuk, hogy ez csak az iskolában jó, és valóban nagyon sok hitoktató használja ezt az órákon. De én azt mondanám, hogy egyrészt családi katekézist is nagyon jól lehetne vele véghez vinni, másrészt pedig igazából akár azzal, hogy a felnőtteket ráveszük, hogy a gyerekeikkel együtt nézzék meg, már ők is hihetetlenül sokat kezdenének el ebből megtanulni. A televízióban a nézőknek a nagy százaléka különben felnőtt volt, amin én magam is meglepődtem, amikor ezt a felmérést így olvastam. Varga Miklós Péter, Budapest Magyarok Nőasszonya templom. Hogyan adjuk át, Kerekeskar Csibácsi, aki annak idején még a kezdeteknél itt volt, említette, hogy a katekizisunk egy kötőszó múlik. Azt értette alatta, hogy hogyan tudjuk kötni a hozzánk hitara beérkezőt, aki éppen, mit tudom, foci mérkőzésről jött, vagy matematika óráról, hogy ne egy teljesen ellentétes dolog legyen, hanem valamiképpen tudjuk kapcsolni. Na most ez azért nagyon fontosnak érzem, mert lehet nagyszerű óravázlatot készíteni, de magunk papok is tudjuk, hogy elkészítünk esetleg egy prédikációt, ha van rá időnk, nem csak vázlatot, és aztán kiderül, hogy Sebastian atya mondta, hogy készült egy teli templomba, és 4 néni volt. Ugye? Most nyilván, hogy egész másképp kell mondani. És azt hiszem, a hitoktató is így van, mikor a fele hitonos már nincsen ott, mert elvitték valahova például.
Tehát nagyon tényleg nyitottnak kell lennünk a Szentlélekre, hogy rugalmasan, hogy ne az pont mereven, görcsönsen ragaszkodjunk ahhoz, amit esetben megterveztünk, hanem merjünk improvizálni, itt legyen bátorságunk. A másik viszont a Tompa Nándi bácsi jut eszembe hozzá, hogy nagyon fontos, hogy milyen motivumokat tudunk adni. És az egyik előadásban elhangzott talán már az első este, hogy a dogmák azok értünk vannak. És ezt föl tudom-e fedezni, hogy az tulajdonképpen jó nekem azt, hogy én azt, az engem nekem jó. Azt hiszem, tavaly nyáron jutott eszembe, vettem észre, a Filippi levélben egyik szentleckében volt, hogy az Úristen Jézus Krisztusban a világ teremtése előtt kiválasztott bennünket. És akkor ledöbbentem, hogy az egész kozmosz teremtése előtt ott vagyok a Szent Háromságos Egyistennek az örök tervében, személy szerint. Na most ez számomra egy kis megtámasztás, egy Izaiás, hogy anyád méhében már kiválasztottalak, vagy Uram, bocsánat, a boldogságos szűznek a szeplőtelen fogantatása, az csak egy rásegítő erősítés, hogy igen, én is, te is, és mindannyian kivétel nélkül a világ teremtése előtt ki vagyunk választva, és meg vagyunk hívva az örök életre. Abba a pillanatban számomra belegondolva, hogy az egész kozmosz előtt benn vagyok a Szent Háromság és Egyistennek a tervében, akkor döbbenetes. És ezt gondolom végig, hogy értem lett teremtve az egész kozmosz, és így érthető az, hogy Jézus Krisztus hogyan az első szült a holtak között, pontosabban, hogy én a Jézus képmására lettem teremtve, meg az is, aki első Ádám. Ő is az ő képmására, és hogy milyen jó, hogy az igazi prototípus az teljesen sziklaszilárd. És akkor egyáltalán nem vagyok értéktelen, akármennyire kicsinek is érzem, az azt el kell tudnom fogadni, persze. És a másik dolog pont ebben, hogy az a meghívás, az mennyire a keresítő kezdődően fogva egy ajándék. Uram, bocsánat, itt azt hiszem nekünk papoknak bocsánatot kell tartani, nem kérni, mert híveinket nem tudjuk eléggé motiválni. Most Uram, ha visszagondolok a papnevelésemre, cölibátus Uram, bocsánat, lehet, hogy sokszor aludtam, de általában csak az áldozat volt kihangsúlyozva. És egy második János Pál pápának kellett jönni, hogy az ajándék. Egész más hozzáállás jelent. Tehát az és a motivációt megtalálni, de ez tényleg csak úgy van, hogyha átimádkozzuk előtte. Köszönöm a türelmet. Köszönjük szépen nagyon. Lassan a végére érünk most, és nagyon köszönöm itt a hozzászólásokat. Szeretettel ajánlom mindezeket a könyveket a plébániaújraépítve.hu weboldalon keresztül meg lehet rendelni mind az újraépítvét, mind pedig az újraépítve gyakorlati kézikönyvét. Ebben azt a lehetőséget kínálom leginkább, mivel hogy ugye ez a kiadónak a saját terjesztése, hogy egy kicsit jobban, viszonylag árérték arányban, alacsonyabban tudjuk kínálni a közösségeiteknek ennek a segítségével. Érdemes ezért megnézni a honlapot, és arról is tájékozódni, hogy ott mi van. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet még egyszer mindenkinek. Köszönöm.